szükséges javaslatot tegyenek a módosításukra. Ilyen tapasztalatok indokolják a kétoldalú és háromoldalú érdekegyeztető fórumokban való részvételi jogosultság megállapításának eljárási szabályaira vonatkozó egyszerűsítéseket, különösen az ágazati párbeszéd bizottságokra vonatkozó szabályok pontosítását. A javaslat emellett elősegíti az egyszerűsített foglalkoztatás egyes új szabályainak könnyebb alkalmazhatóságát. Ennek részeként egyszerűsíti a foglalkoztatható alkalmi munkások számára vonatkozó számítási szabályokat, a mezőgazdasági idény munka fogalmát érintően pedig eltörli a saját gazdaság területén történő munkavégzés feltételét. Az egyszerűsített foglalkoztatást érintően a munkaszerződés írásba foglalására vonatkozó rendelkezést a javaslat úgy módosítja, hogy a felek megnevezésének, valamint a munkaszerződés tartalma elemeiről történő megállapodásának írásba foglalását teszi csak kötelezővé a munkavégzés megkezdéséig. Az adminisztrációt csökkenti az a szabály is, miszerint a személyes adatok, így a születési adatok, azonosító számok, lakó és székhely megnevezések, rovatok a nap végéig is kitölthetők. Tisztelt Ház, tisztelt képviselők! A javaslat a felnőtt képzés megújításának szükségességéhez igazodóan a felnőtt képzésről szóló törvény kisebb, de hatását tekintve nagy jelentőséggel bíró módosítását is tartalmazza, így érinti az akkreditált felnőtt képzést folytató intézmények adatváltozásával kapcsolatos problémák kezelését, a digitális írástudás megszerzésével összefüggő törvényi szabályozás, továbbá a felnőtt képzést folytató intézmények kötelező adatszolgáltatásával kapcsolatos törvényi szabályozás felülvizsgálatát. Az adatváltozás határidőben történő bejelentésének elmulasztása szigorú szankció alkalmazását eredményezi, mindkét esetben a tanúsítvány kötelező visszavonásával jár együtt. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Magyarországon évente átlagosan 180-200 ezer diák vállal valamilyen alkalmi munkát. Ezek jelentős része legalább 130 ezer fő iskolaszövetkezetben. A pénzkeresés célul kitűző, de a munkavégzés jogszabályi feltételeit nem ismerő és azt a munkáltatón számon nem kérő fiatalok könnyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek. A diákok nyári szünetben és tanulmányi időszakban egyaránt bonyolítható foglalkoztatásának egyik legbiztonságosabb és legnépszerűbb lehetősége az iskola szövetkezetben végzett munka, amely során van írásban megkötött munkaszerződés, munkavédelmi oktatás, folyamatos szakmai felügyelet és ellenőrzöttek a munkavégzés körülményei. Az iskola szövetkezetek nem csak egyszerűen munkát adnak és bért fizetnek, hanem a tagok érdekvédelemben és egyéb jutatásokban, kedvezményekben is részesülnek. Tehát nem áll fenn a hagyományos munkáltató munkavállaló érdekellentét és főleg a munkavállalói kiszolgáltatottság. A kormány kiemelt fontosságúnak tekinti a diákok munkavilágába történő átvezetésének segítését. Az iskola szövetkezet legális pénzkereti lehetőséget biztosítva a diákoknak, terheket vesznek le a szülők és az állam válláról. A diákok pedig a munkavégzéshez kapcsolódó szabályokat is megtanulják, és megismerik az ezzel járó felelősséget is, így tanulmányaik végeztével gyakorlottabban, ezáltal versenyképesebben léphetnek ki a munkaerőpiacra. Ezért nagyon fontos a javaslatnak azon szabályai, amelyek a diákok iskola szövetkezet javára történő munkavégzésére vonatkozó rendelkezéseket illesztik be a munkatörvénykönyvébe. A javaslat további, eddig nem említett kisebb terjedelmű, de fontos szabálya, hogy a munkaügyi ellenőrzési törvény és a közigazgatási hatósági eljárási szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény közötti összhang megteremtése érdekében az első esetben nem bírságolható jogsértéseket miniszteri rendelet fogja tartalmazni. Végül, de nem utolsó sorban a javaslatban beterjesztett a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény a többi jogállási törvényhez hasonlóan
írja elő a munkáltató számára ezen a területen is, hogy a gyermek gondozására kapott fizetés nélküli szabadságról visszatérő alkalmazottak kérésére kötelező részmunkaidőt bevezetnie a munkáltatónak. Összegzésként elmondható, hogy a benyújtott javaslat egyaránt szolgálja a magyar jogi szabályozás uniós előírásokkal való összhangját, a foglalkoztatás rugalmasságának növelését és a jogszabályok gyakorlati alkalmazásának megkönnyítését. Tisztelt Ház, megköszönve figyelmüket kérem Önöket, hogy a törvényjavaslatot, a benyújtott törvényjavaslatot támogassák. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Most a Foglalkoztatási Bizottsági Álláspont és a megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor. 5-5 perces időkeretben elsőként megadom a szót Kara Ákosnak, a bizottság előadójának. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt államtitkár úr. A Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság tegnap ülésén megtárgyalta a TPER 3404-es, egyes munkaügyi tárgya és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslatot. Azt mondtuk a bizottság ülésen, hogy fontos, különösen fontos kérdéseket és összetett műfajban, tehát többféle témában tárgyaljuk együtt. Egy nagyobb összefüggésbe helyeztük a többségi álláspont szerint a kérdést, a nagyobb összefüggés pedig az, hogy kapcsol-e, illetve szükséges-e, hogy nagyobb sebességbe kapcsoljon a gazdaság. Gazdasági fordulatról beszéltünk, és a bizottság többségi álláspontja szerint az a feladat, megjegyzem egyébként ebben a bizottság valamennyi tagja egyetértett, az a feladatunk, hogy biztosítsuk annak a kereteit, jogszabályi hátterét, hogy nagyobb sebességfokozatba kapcsolhasson a gazdaság. Ennek a magasabb, nagyobb fokozatba kapcsoló gazdaságnak sok fontos jogszabályi feltétele van. Egy olyan jogszabály csomagot tárgyalunk, amiről azt gondoljuk, azt reméljük, hogy ez ebben segíteni fog nekünk. Mindannyiunknak tehát az az érdeke, hogy gyorsuljon a gazdasági növekedés, és ennek a gazdasági haszna majd a társadalom különböző rétegeinek, a társadalom egészének a javát szolgálja. Fontos kérdéseket említett államtitkár úr, én most ezeket így a bizottsági álláspont ismertetésénél nem fogom megismerni, és tekintettel arra, hogy a vezérszónoki körben lesz módom elmondani a Fidesz frakció álláspontját, ezeket is a későbbiekre fogom hagyni. Szeretném jelezni, hogy a jelzett tárgyalt törvényjavaslatot a bizottságunk 12 igen és 6 nem szavazat mellett általános vitára alkalmasnak találta. Köszönöm a figyelmüket. Most megadom a szót a kisebbségi álláspont ismertetésére Nemény András képviselő úrnak, ugyancsak 5 perces időkeretben. Elnök úr, tisztelt Országgyűlés, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság megtárgyalta hosszan a javaslatot, és az általános vitára való alkalmasságról mégis nem sikerült konszenzusra jutnunk, hiszen elhangzott, hogy a törvényjavaslat kettős igényen lép fel, a jogharmonizációs célú módosítás, ezekkel nem is voltak különösebb problémáink, ám de a másik része, a foglalkoztatás rugalmasságát elősegítő rendelkezések bizony komoly aggályokat vetettek föl ebben a formában a kisebbség számára. Az elsődleges problémánk, sajnos mostanában már mondhatjuk azt, hogy szokásos problémánk az, hogy nem volt egyeztetve az érdekképviseletekkel ez a 21 törvényt érintő módosító csomag. De sajnos mondhatjuk azt, hogy nem csodálkozunk ezen, hiszen ugyanezen a napon fogjuk tárgyalni az Országos Érdekegyeztető Tanács megszüntetését célzó törvényjavaslatot is, ami a teljes érdekegyeztetési rendszer megszüntetését fogja jelenteni a mi olvasatunkban. De ezen kívül más érdemi problémánk is van, hiszen ezt is érdemi problémáknak tudjuk mondani, nevezni. A másik érdemi problémánk pedig az, hogy a foglalkoztatás rugalmassá tétele csak szavakban nyilvánul meg. Ez egyoldalú, ez ebben a formában csak a munkaadók számára rugalmasabb. Pedig éppen, hogy a munkavállalók számára kellene, hogy garanciálás elemeket tartalmazzon, hiszen ez a cél Európában is egy meghirdetett cél, mindenhol meg is valósul, és mindenhol abból az alapállásból indulnak ki, hogy a munkaadók és a munkavállalók opozíciójában a munkavállalókat kell védeni. Ezzel ellentétben a mostani törvényjavaslat a munkáltatók oldalára teszi le a voksot. Talán mi sem jellemzi ezt jobban,
mint az indokolásának a 13. paragrafusa, ahol a túlóra pótlékról beszél, ahol ezt így fogalmazza az indokolás. A munkáltató előírhatja, hogy ellenértékként pótlék helyett szabadidő jár. Hát nem véletlen, hogy amikor tárgyaltuk ezt a bizottságba, akkor a jelenlévő szakszervezeti képviselő ezt hozta föl példának, amikor azt mondta, hogy példátlan szó az, hogy előírhatja a munkáltató. Ez talán eddig soha nem szerepelt semmilyen munkatörvénykönyvben, és semmilyen ilyen tartalmú előterjesztésben. De hogyha ennek a javaslatnak magát a tartalmát nézzük meg, és ezt is megtette a szakszervezet képviselője, akkor egyszerűen lefordítva azt mondta, hogy ez bércsökkenést fog jelenteni, hiszen akik túlmunkát végeznek, azok nem azért végeznek túlmunkát, fogalmazott ő, hogy szabad időre menjenek, hanem hogy el tudják tartani a családjukat, nem jó szántukból teszik ezt. Szóval összességében látható ebből is, hogy munkáltatói fölény érvényesül a törvényjavaslat módosításában és annak az indokolásában. Talán még két példát mondanék nem részletezve, az egyik a szabadság kiadásának a módja, ahol a munkáltató működését érintő ok miatt kettőnél több részletben is kiadható kifejezés szerepel, valamint a próbaidő időtartamának megduplázására adott lehetőség. Ezek mind-mind úgy teszik lehetőbbé a foglalkoztatás rugalmasságát, hogy egyben a munkavállalók számára nem jelentenek garanciát, rosszabb helyzetbe hozzák őket. Összességében az látszik, hogy rossz az irány, és ez nagyon rossz jel a munkatörvénykönyvének az átfogó módosítására, amire szeptemberben kerül sor. Mindezért tehát az ellenzéki frakciók és köztük mi frakciónk is úgy fogalmazott, hogy általános vitára sem találja alkalmasnak ebben a formában a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 20-20 perces időkeretben. Ezek közben, ahogy máskor sem, két perces felszólalásokra nincs lehetőség. Megadom a szót elsőként Kara Ákos képviselő úrnak, a Fidesz vezérszónokának. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Az egyes munkaügyi tárgya és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló TPER 3404-es számú törvényjavaslat részben jogharmonizációs célú módosításokat tartalmaz, emellett szerepelnek benne foglalkoztatás rugalmasságát elősegítő, valamint pontosító jellegű törvénymódosítások. Témáját tekintve ezért láthatjuk, hogy a területet és sok eddig szabályozott területet érint ez a javaslat. A jogharmonizációs célú módosításokra Magyarország Európai Unióban fennálló tagságából eredő kötelezettsége az uniós irányelvek, valamint az Európai Bíróság döntéseinek a magyar joganyagba történő átültetése miatt van szüksége. Emellett a jogrendszer egységessége, a jogbiztonság indokolja a gyakorlati tapasztalatok hasznosításából eredő módosításokat. A munkajogi szabályok rugalmasabbá tételére irányuló rendelkezések értelmezése előtt néhány szempontot kiemelnék, amelyek nagyobb összefüggésbe helyezik ezt a kérdést. Ma Magyarországon sajnos nagyon alacsony a foglalkoztatottság szintje. Régi és nehéz örökség ez, ráadásul ebben a parlamentben sokszor tárgyaltunk erről a kérdésről. Alacsony iskolai végzettség, rossz egészségi állapot, a munkára nem ösztönző szociális rendszer, a szürke és fekete gazdaság szerepe, mindezek azt eredményezték, hogy Európa egyik legalacsonyabb foglalkoztatottsági szintjével rendelkezünk. Sok helyi program próbált már választ találni a regisztrált munkanélküliek számára, Ezek között voltak olyanok, vannak olyanok, amelyek eredményt értek el, és vannak olyanok, amelyek során elfolytak azok a támogatások, amivel megcélozták a várható eredménynek az elérését. Vagy voltak olyan programok, amelyek nem hoztak tartós megoldást. Alkalmazásukra bizonyos körben szükség is lesz a jövőben, mégis a legtartósabb, a legjobb megoldást az jelentheti, ha sok munkahely jön létre, és lehetőség szerint ezek a munkahelyek az elsődleges munkaerőpiacon jönnek létre. A munkavállalók számára a legnagyobb biztonságot az jelentheti, ha új munkahelyek jönnek létre, ha nagy számú kellő számú munkahely áll rendelkezésre. Tisztelt képviselőtársak, meggyőződésem szerint három nagy feladattal kell megküzdenünk egyszerre. Egyrészt a hatalmasra növekedett államadósággal, másrészt ezzel az említett alacsony foglalkoztatottsággal, amelyben jelentős regionális különbségek és eltérések vannak, tehát a kevés munkahelyel, harmadrészt pedig szemléletbeli problémákkal kell megküzdenünk.
ez utóbbi között, tehát a szemléletbeli problémák között ott van, hogy a munkára kész és képes állapotban levők között sokak számára eddig nem érte meg a munkavilágát választani, inkább a segélyek jelentették a megélhetés főforrását. Ez utóbbi azért is probléma, mert a valóban rászorulók emiatt újra és újra, a valóban rászorultaknak emiatt újra és újra bizonyítani kell a rászorultságok okait, és a valóban rászorultak számára így kevesebb gondoskodás juthatott. Az alapvető cél, amelyet meg kellett fogalmaznunk egy esztendővel ezelőtt, az volt, hogy mindent meg kell tennünk a gazdasági növekedésért. Emelkedő gazdasági teljesítmény, beinduló gazdaság, a munkahelyek növekvő száma. Az Európai Unió régi tagállamaiban a rugalmas foglalkoztatás, a foglalkoztatás rugalmassága, legalábbis ez a kérdéskör régóta a középpontban van. Olyan megoldásokat kell keresnünk, amelyek segítik az országunkat abban, hogy az EU tagállamai között, az EU tagállamai közötti versenyben megálljuk a helyünket, így fenntartható növekedési pályán maradjunk. A munkajogi szabályok rugalmasabbá tételére irányuló rendelkezések, ezek a részek a munkajogi szabályok rugalmasabbá tételére irányuló, valamint a munkáltatók adminisztratív terheit csökkentő módosítások erre vonatkozó ilyen szellemű módosításokat tartalmaznak. Kiemelném ezek közül azt, hogy a kollektív szerződésben a 6 hónapos próbaidő kikötése lehetőségét fogja biztosítani a javaslat, tehát ha kollektív szerződés erről rendelkezik, akkor a 6 hónapos próbaidőt, a 6 hónapos próbaidő kikötésére akkor ad majd lehetőséget a jogszabály, ha erre a munkáltatónál ez az említett kollektív szerződés majd felhatalmazást ad. Annak a jelenleg a válságra tekintettel 2011 végéig tartó átmeneti időre meghatározott szabálynak a véglegesítése is szerepel, miszerint a rendes munkaidő mértékének, például megrendelések hiánya miatt, illetve megrendelések hiánya miatti átmeneti csökkentése miatt fel nem használt munkaórák hosszabb időre átcsoportosíthatóak, ezek is a rugalmas szabályok körébe tartoznak, amire azt gondolom, hogy nem csak munkáltatói, tehát nem csak a munkaadók, a tulajdonosok, a vezetőknek a szempontjait tartalmaz, én azt gondolom, hogy a hosszú távú foglalkoztatás garanciái szempontjából a munkavállalók számára is ez fontos. Erre magam is találtam példákat, illetve kerestek ilyen tartalmú problémákkal, korábbi problémákkal, mielőtt ez bevezetésre került. Szintén szerepel a javaslatban, hogy a rendes szabadságra jogot adó a munkától való távollét idejének esetei közül a gyermek gondozása ápolása céljára kapott fizetés nélküli szabadság időtartamából az első év helyett az első 6 hónap rendes szabadságra jogosító időként történő megjelölése, szabadság 2-nél több részletben való kiadhatósága, ha a munkáltató fontos gazdasági érdeke merül föl, és itt is szerepel az indoklási kötelezettsége a munkáltatónak, illetve szerepel még a szabadság részbeni megváltása, a gyesről való visszatérés esetén, a munkavállaló beleegyezése esetén. Ez egy munkavállalói garancia, gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadságról való visszatérésről van szó. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr! Szintén a munkatörvénykönyvét érinti a Diákok Iskola Szövetkezet javára történő munkavégzésével összefüggésében egy új fejezetnek a törvénybe illesztése. Az iskola szövetkezet, mint a szociális szövetkezet egyik altípusa, egyik része elsősorban nem üzleti haszonszerzés céljában, hanem azért szervezi tagjai foglalkoztatását, hogy tagjai számára munkalehetőséget teremtsen, ezáltal a diákok munkavállalását, tanulmányai folytatását, végső soron megélhetését, annak körülményeit segítse. Az iskola szövetkezeti munka elsősorban rendeltetésében más, mint a többi foglalkoztatási forma, különösen a munkaerő kölcsönzés. Azzal ugyanis, hogy a középiskolai diákok és a felsőoktatási hallgatók számára lehetőséget teremt a munkatapasztalat szerzésre, és megjegyzem, a munkatapasztalat szerzés a mai világban roppant fontos. Tehát azzal ugyanis, hogy a középiskolai diákok és a felsőoktatási hallgatók számára lehetőséget teremt a munkatapasztalat szerzésre, mint egy tanulmányi időn kívüli műhely munkaként fontos szerepet tölt be a képzésben, az önképzésben, a egyéni életsors, egyéni életpálya alakításában. Emellett csökkentheti a pályakezdő munkanélküliség arányát, és növeli az öngondoskodás képességét az érintett fiataloknak a körében.
A diákmunka eddig sokak számára jelentett segítséget és tapasztalatot, ezt az érintettek biztos el tudják mondani. A munkatapasztalat döntő lehet, ahogy említettem, a későbbi elhelyezkedésnél a vállalatok, vállalkozások szinte mindegyike az alapos munkatapasztalattal bíró munkaerőt keresi. A foglalkoztatási problémák egyik legnagyobb, legsúlyosabb részét jelenti az Unióban, így Magyarországon is a pályakezdők elhelyezkedési gondjai. A javaslat, a mostani javaslat nem ebben az egész kérdésnek a megoldásában segít. Nyilván nem ez a célja. Az a célja, hogy ennek a kérdésnek egy részelemét próbálja világosabbá, szabályozottá tenni. Tisztelt képviselőtársak, egy újabb rész, újabb fejezet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évben elfogadott, illetve módosított törvény, így pontos, utóbbi megfogalmazása pontos. Emlékezhetnek rá, az új szabályozás 2010. augusztus 1-i bevezetése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai, illetőleg munkáltató és szakmai érdekképviseletek véleménye alapján szükséges változtatásokat tartalmazza. Államtitkár úr elmondta, csak röviden mondom, a javaslat kiegészíti a mezőgazdasági idénymunka fogalmát a szövetkezeti szerveződésekre tekintettel a foglalkoztatható alkalmi munkások létszám keretére vonatkozó szabályokat, és nagyon fontos, az egyszerűbb alkalmazhatóság érdekében pontosítja, tiltás helyett pedig lehetőségként fogalmazza meg a hosszabb időtartama egyszerűsített foglalkoztatás esetén a szabadság kiadását. Szabályozás további rugalmasságot tesz lehetővé a munkáltató számára a munkavállalók védelmének megőrzése mellett. Emlékezhetünk arra, a javaslat tavaly nyári tárgyalása során a kormány képviseletében Comba Sándor államtitkár úr elmondta, hogy a kormány célja az egyszerűsítés és a gyorsítás, amely egyetértettünk akkor is, és egyetértünk most is. Azt is elmondta, hogy a tapasztalatok alapján a jó és szükséges módosításokat megtesszük majd, hiszen nincs kőbe vésve ez a törvény. Ezt a szándékot, illetve a mostani javaslatot ezért is üdvözöljük a Fidesz frakció részéről, és fontosnak is tartjuk. A magyarországi foglalkoztatási nehézségek egyik kitörési pontja kell legyen a mezőgazdaság és az ehhez kapcsolódó feldolgozóipar kérdésköre. Tisztelt képviselőtársak! A benyújtott törvényjavaslat következő fontos része a felnőtt képzésről szóló törvény módosítására vonatkozó javaslatok. A módosítás egyik fő célja, hogy az intézmény, illetőleg programakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása ne vonja maga után azonnal a tanúsítvány visszavonását, a szankciórendszer inkább a pénzbírságot közbeiktató fokozatosságot jeleníti meg, arra épüljön, ezt mondja ki a javaslat. A véleményem szerint a felnőtt képzéssel kapcsolatban, a felnőtt képzési világ, a felnőtt képzés világával kapcsolatban majd afelé kellene elmozdulnunk. Én magam képviselőként erre próbálok majd a későbbiekben javaslatokat tenni, hogy az országban, az ország különböző szükségleteire, problémáira, regionális és egyéb szakmai problémáira valami differenciáltabb rendszer, differenciáltabb struktúra, felnőtt képzési, átképzési rendszer alakulhasson ki, amely új szakmák szerzését segíti, tehát részben az új szakmák elsajátítását segíti, illetve másik formájában az alapvető készségekben való jártasságot segítheti. Én azt gondolom, hogy ez kulcskérdése a megújuló Magyarország, a megújításra váró Magyarország foglalkoztatáspolitikai világának céljainak. Ahogy államtitkár úr is elmondta, és a képviselőtársak láthatják, az előttünk fekvő törvényjavaslatban a jelentős terjedelmet tesznek ki a jogharmonizációs célú módosítások, ha megengedik ezekre a hosszú államtitkári kellően átstruktúrált, illetve bemutatás alapján magam nem térnék ki. A javaslat tartalmaz egyéb pontosító jellegű szabályokat, így a munkaügyi ellenőrzésről szóló 96. évi 75. törvény módosítása kapcsolódási pontot teremt a munkaügyi felügyelő és a gyermekvédelmi jelzőrendszer között, amikor rendelkezik a gyermekmunka tilalmának ellenőrzéséről és a felügyelő jelzési kötelezettségéről. Ezen kívül módosít egyéb jogszabályt is, így például a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi 67-es törvény módosítását is tartalmazza. Azt mondja, hogy a többi jogállási törvényhez hasonlóan írja elő a munkáltató számára ezen a területen is, hogy a gyermek gondozására kapott fizetés nélküli szabadságról visszatérő alkalmazottok kérésére kötelező részmunkaidőt bevezetni a munkáltatónak.
tisztelt képviselőtársak! A megfelelő foglalkoztatási környezet megteremtése sok fontos elemből tevődik össze. A bizottsági álláspont ismertetésekor volt lehetőségem, hogy ezt ismertessem, jeleztem, hogy egy nagyobb összefüggésbe próbálom ezt a kérdést kezelni. Ilyen nagyobb összefüggésben próbálom mondandom zárásaként is elmondani, hogy a eddig kormányzati intézkedések irányának a helyességét támasztja alá, hogy a legfrissebb foglalkoztatási és munkanélküliségi adatok fordulatot jeleznek a munkaerőpiacon. Foglalkoztatottak számának éves összehasonlításban már 9. hónapja tartó növekedése után a munkanélküliség is csökkenni kezdett. KSH adatok alapján mondom, hogy 2011 első negyedévben 8000-rel, február-áprilisi időszakban pedig már 15400 fővel csökkent a munkanélküliek száma. Hasonlóan kedvező irányi változást mutat a KSH-nak a statisztikai hivatalnak egy más statisztikája is. Kormány gazdaságpolitika intézkedése és a nemzetközi konjunktúra optimális feltételeket teremtenek a növekedéshez. Felelősségünk, hogy ezt a növekedést, ennek a növekedésnek az ütemét megőrizzük. Ennek következtében a feldolgozóiparban 5,5%-kal nőtt az alkalmazásban állók száma az első negyedéves adatok szerint. A kormány a gazdaság fellendítésének és a válságból való kilábalás egyik legfontosabb eszközének tekinti, tehát ahogy mondtam, a foglalkoztatottság növelését, ezzel egyidejűleg a munkanélküliség arányának a leszorítását. Ennek kiemelkedő eszköze a direkt munkahelyteremtés, amely 2011-ben dupla forrással és a KKV-k számára egyszerűbb hozzáférhető formában állt rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy ez meghaladja a most előttünk fekvő törvényjavaslat kereteit, ennek a részleteit nem fogom ismertetni, a házban erről többször volt szó. Friss és aktuális információ lehet, ezért ezt megosztom, illetve aktuális inkább, mint hogy friss, hiszen egy május végi döntés keretében 372 vállalkozás részesült vissza nem térítendő támogatásban. Nagyon fontos, hogy több mint 3000 új munkahely és munkahely kialakítása, ezeken a munkahelyeken 2400-nál több álláskereső foglalkoztatásához nyertek el támogatást. Ha össze kéne foglalni röviden a foglalkoztatás politikai célokat, akkor azt kellene mondani, és ennek a szellemét kellene ezeknek a törvényjavaslatoknak is vinni, és azt gondoljuk, hogy benyújtott törvényjavaslat, amiről tárgyalunk, ez segít ebben munkahelyeket megőrizni, gyorsítani a gazdasági növekedést, sikeresen átgondolta lebonyolítani a Széchenyi tervet, amely kis és közepes vállalkozások számára segít, hiszen a magyarországi foglalkoztatottak nagy része ehhez a szektorhoz kötődik, támogatni azokat a termelő nagyvállalatokat, amelyek országunknak a világszínvonalhoz való tartozását segítik, és új munkakultúrát honosít meg a vidékfejlesztési stratégia mentén, majd egy felfelé ívelő pálya lehetőségét kihasználva segíteni a mezőgazdasági foglalkoztatás és az ahhoz kötődő feldolgozóiparban való értékteremtő munka lehetőségét. Differenciált felnőttképzés, átképzés, amelynek egyik formája segíti a szakmaszerzést, másik formája segítheti az alapvető készségekben való jártasságot. Tulajdonképpen olyan területeket foglaltam össze, amelyek területek szabályozására vonatkozó törvényjavaslat, módosítások kapcsolódhatnak, de mindenképpen egy tágabb összefüggésben kell érteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megítélésem szerint nagyon sok munka, nagyon sok feladat áll előttünk, foglalkoztatást növelni kell, ez az ország érdeke, ehhez a szükséges jogszabályi feltételt rendszert biztosítani kell, ezt a feltételrendszert pedig nem csak biztosítani, hanem alakítani is szükséges. Ebben a szellemben kérem a tisztelt képviselőtársakat, hogy támogassák a benyújtott törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a figyelmüket. Most az MSZP vezérszónoka Kis Péter képviselő úr következik, önnél szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az a sajátos helyzet van, hogy államtitkár úr és alelnök úr korrekt hangvételű hozzászólásával, különösen ami a jogharmonizációs részt illeti ezen előterjesztésben, alig tudok vitatkozni, nem is akarok. Ez egy olyan európai kötelezettség, amely Magyarország számára követendő utat jelöl ki, és ezt az előterjesztők összességében szakmailag korrekt módon oldották meg. A részletekről nyilván majd a részletes vitában szólni fogunk. Amiről azonban beszélni akarok, az a törvény többi része. A törvénynek az a része, amelyik is előrevetíti
hogy mi fog történni, vagy mi történhet a munka világában a következő hónapokban, években. Ahogy született a törvény, és amilyen irányban tart, különösen a munkajogi szabályozás. El tudnak-e önök képzelni Európában egy olyan országot,